Most is zajlanak az útfelújítási munkák Tolna megyeszerte. Országos szinten több mint 1000 kilométer útszakasz újulhat meg 2021-ben, amiből közel 176 kilométer Tolna megyében valósul meg, mintegy 32 milliárd forintos állami támogatásból. Tavasszal tömegesen indulnak meg a útfelújítási munkák, melyet az év végéig Tolna megyében be kell fejezni. A Magyar Falu program keretében közel 27 kilométer, a Közép-Dunamenti térség közlekedés fejlesztésében közel 140 kilométer, illetve a terület és település operatív fejlesztési program keretében közel 9,7 km útszakasz újul meg. Tolna megye területén három nagy útfelújítási munkát tudnak folytatni a pályázatoknak köszönhetően. A Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő út, a Dunaföldvárt-Dunakömlőddel összekötő útszakaszt és az 5112-es Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő útszakaszt renoválása zajlik majd. Másik három rekonstrukció veszi kezdetét nem sokára, és év végéig újabb hat útszakasz újulhat meg megyeszerte. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elárulta, mit jelent ez csak Szekszárd és térségét tekintve. A szekszárdi választókerület 17 települése közül a most induló vagy folyamatban lévő útfelújítások közvetlenül 11 települést érintenek. Közel 60 kilométer útszakasz fog teljes egészében megújulni, ez nagyságrendileg egy 12,5 milliárd forintos beruházás. Tolna városának önkormányzata is minden évben pályázik a település úthálózatának rendben tartására és megújítására. Idén két tolnamőzsi és egy tolnai útszakasz felújítására adtak be támogatási kérelmet. 65%-os támogatásra nyújthatunk be igényt, és ez számszerűen 23,5 millió forint pályázati összeget szeretnénk elnyerni, és ehhez több mint 12 millió forint önerőt vállalunk. A pályázatot március 12-én benyújtották, így már csak a pozitív elbírálásra várnak. Tolnaváros polgármestere szerint az is elképzelhető, hogy még ebben az évben meg tudják valósítani a felújításokat.